Ön többször beszélt már az elmúlt szűk fél évben arról, hogy hatékonnyá kell tenni a fejlesztéseket Romániában, hatékonnyá kell tenni az országépítést. Hogyan képzeli el ön ezt a hatékonnyá tételt, illetve a fejlesztési tárca élén mit tud tenni ennek érdekében? Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent lehet tenni. A legnagyobb kihívás számomra ma nem a fejlesztési rész, és nem a közigazgatási rész. Ma az a rész, amely az elmúlt 15, de akár 31 évben is kevés kivétellel a közmunkálatokért felelős minisztériumi rész, amely szinte a legrégebbi része ennek a minisztériumnak, nagyon régóta létezik, azzal van a legnagyobb probléma, és ott van a legnagyobb kihívás. Hiszen itt vannak azok a szakmai rendelkezések, normatívák, amelyek alapján építünk vagy nem építünk, jól építünk vagy rosszul építünk ebben az országban. Ugye múlt héten jelent meg, erről többet már beszéltünk itt a műsorban is a bölcsődeépítési program kapcsán. Múlt héten jelent meg a hivatalos közlönybe az új bölcsődeépítési normatíva rendelkezés, építkezési normatíva. Nos, ez 19 év után az első építkezési normatíva, amelyet egy fejlesztési miniszter kiad. Az utolsó 2002-ben volt. Egy teljesen új normatíváról beszélök, módosítások voltak, de hogy egy teljesen új. Na most nem kell ahhoz szakembernek lenni, hogy mindannyian lássuk azt, hogy az építkezésben, az építkezési iparban napról napra jönnek új technológiák, napról napra jönnek új alapanyagok, amelyeket felhasználunk egy építkezéshez. Ebben a kontextusban szinte hihetetlen az, hogy egy országban 19 évig új normatíva nem születik az építkezés ügyben. Úgyhogy a legnagyobb kihívásunk nekünk ez a része a minisztériumnak, amely nem látványos. Itt nem sportcsarnok avatásról beszélünk, itt nem közigazgatásról beszélünk, hatékonyságról, hanem arról, hogy hogyan építkezünk ebben az országban például. És ma az igazság az, hogy 1997, illetve 2002 között kiadott építkezési normatívákra épít az ország. Ami összességében lehet, hogy van eset, ahol módosul, de azért vannak problémák. Ugyanitt említeném, ugye erről is többször már kommunikáltunk, az urbanisztikai kódex, település rendezési, tervezési kódexünk, ahol a mi álláspontunk az, hogy nem elégséges csak egybegyűjteni a több mint 10 különböző törvényt ezen a szakterületen is egybetenni, hanem jelentős reformok szükségesek. Digitalizáció felé kell menni, digitális világban vagyunk. Az információkat fel kell tenni egy platformra. Nem szokványos ma már az Európában, hogy egy állampolgár, vagy egy kivitelező, egy cég, egy önkormányzat papírokkal járkálgasson több mint 10-20 állami intézményhez, hogy különböző véleményezéseket beszedjen. Ezek az információk mind elérhetőek kell legyenek digitális formában. Az információt kell áramoltatni, nem a papírokat. Ez a településtervezési, településrendészeti és építkezési törvénykönyv, amelynek az elfogadására, kidolgozására ön ígéretet tett, ez hol áll most? Mikorra várható, hogy ez el is készül, illetve ebből tudunk profitálni? Ennek az alapelveit a kormányban márciusban fogadtuk el, tehát megvannak az alapelvek, amelyek az egyszerűsítésről szólnak, amelyek arról szólnak, hogy kevesebb véleményezést, illetve hogy digitalizáljuk az eljárásokat. Ma abban a fázisban vagyunk, hogy a minisztérium a maga részéről a szakmai feladatot összességében elvégezte, és épp a héten kezdtük el azt a szakmai és közigazgatási egyeztetést, amely egy olyan munkacsoportban folyik, amelyben a szakmai szervezetek is jelen vannak, a parlamenti pártok is jelen vannak, de benne vannak a szakminisztériumoknak a képviselői is, hiszen különböző szakterületeket kell tudni összeegyeztetni, de maga a koncepció az összességében az,
hogy egy olyan platformot kell létrehozni, amelyre az összes információt a szabályzatoktól elkezdve addig, hogy hogyan néz ki egy utca, addig, hogy én kell tudjam, hogy az illető telek szomszédságában van például műemléképület, hogy esetleg az a rész az valami védettségnek van alátéve. Tehát az összes ilyen információt fel szeretnénk tölteni egy ilyen digitális platformra, mert onnan már mindenki számára elérhető. Még egyszer hangsúlyozom, nem normális az 2021-ben, hogy az állampolgár 20 állami intézményhez kell bekopogtasson, különböző dokumentációkat letegyen, amelyek nem is kevesek, amelyre aztán akkor kap választ, amikor kap, ami lehet 30 nap is, de valamikor 6 hónap, és ami alapján aztán megváltoztatja az egész dokumentációt, és átmegy a következő intézményhez. Persze, hogy évekig tart az ilyen elfogadási procedúra ilyen szempontból, ezt teljes mértékben le kell szűkíteni, erre megvan a koncepció, ez egy teljesen más irány, ez egy teljesen más világ, amit mi ma elképzelünk. Ennek a végrehajtása nem fog menni egyik napra a másikra, az természetesen ezzel tisztában vagyunk. Maga a kódexnek az elfogadását is úgy reméljük, hogy a jövő év első felében mehet át a kormányzati szinten, hiszen itt minden minisztérium kell szakvéleményezzen, illetve ez a munkacsoport is a véleményét el kell mondja, és azután pedig a parlamentben is. Tehát ez nem egy rövid folyamat, de minden egyes szakaszán át kell tudni menni ahhoz, hogy egy teljesen más modell világba érkezzen Románia az építkezési parban is.